Na, itt is volnánk, szóval Trunkló nem háborúzik a mingekkel, arra jutottunk, ugye? Ja. Még. Okay. Tudjuk, hogy egyébként ez hogy nézünk ki kulturálisan. Oké, ez minden csak nem hang kínai, szupi. Mert tovább? Ja. Tetszik ez a korai folt itt benne izajánél, Irkutsknál, ami egyszer csak ott van. Te amúgy senkivel nem vagy egy csoportban, ugye? Tudtam ma. Nem, egyel se. Ami egy kicsit hülyeség. Kínához simán oda lehetett volna vágni. Hogyha hát, a mancsuk is benne vannak egyébként. A fucking nomádok. Jelkiet meg ki is akartak írtani. Hát igen, nem véletlen, hogy a mennyi királyságnak akkora sikere volt. Nem a filmnek. Még miért valaki megkérdezné? Na, jönnek az unbelieverök, adod meg így toleranciát. És úgy cserébe adnak nekem pénzt. Azt hiszem, elkezdem leépíteni a hithűség. Nem, mert akkor nagyon nehéz ezt éríteni, amint azt látom. Szóval egy ideig még hithűk maradunk. Úgy, ahogy. Teljesen hithűk leszünk, amíg az érdekeink úgy kívánják. Várj egy picit. Már egy kádi, aki túlságosan lelkes. Most egy ideig gyorsan mehetne a játék, ha nem állítanád meg, mert nem tudok jelenleg csinálni. Igen, Trunkeró, máskor pedig akkor mehetne a játék, amikor te nem állítanád meg. Most éppen nekem van dolgom. Levizik a tech costot, ez jó lesz. Meddig viszik le? Ja, hát amíg lojálisak. Bírom, hogy ternátét a vazalusomat nem is látom. Jó, már 11 korrupciót kapok abból, hogy unbalanced a research-em. Feltételezem. Ja, unbalanced research. Uram, túl jók a puskáink! Nem tudjuk megállni, hogy ne sikasszunk! Mi a büdös élet? és így viszik el tevén a hajókat, mert túl rossz technológia azon a téren. Bejutunk be, a halat termelek! Tényleg, itt mit termeltem végül? Ó, kávét! Az jó. Ment a vajban. Oda ment a vaj. Amúgy tetszik, hogy nem tudok létrehozni kereskedelmi társaságokat, mert ez egyértelműen nyugat-európai koncepció. Micsoda a lázadás? Hol? Lázadás! Ja, a japánoknál az. Ez nem lázadás, lehet. Ez forradalom! Milyen lázadók ezek? A Inu szeparatisták? Azt nem engedtem. Ajjaj, az nem jó. Hol a flottám? Már ki is neveztek 7 elektort. Kíváncsi vagy az elektorokra? Te inkább szerintem nem. Augsburg, Csehország, Brandenburg, Braunschweig. Salzburg, Hollandia és Nassau. Hollandia? Hát Holland. Az igen, Hollandia a választó. Hollandiának egy tartománya van, Zéland, és éppen anektálni fogják azt a flamandok. Ahol Hohenzollernek vannak. Meg Burgundiában is. Mit keresnek Burgundiában a Hohenzollernek? Na. Még több pénz. Az jó lesz. Kevesebb korrupció, mert jobbak a hajóim. Logikus. Ki nem látja az összefüggést. Hova írem? Ezt meg kell néznem. Ez valahol fönn van a büdös életben éjszakon, nem? Most mi adna a játék, arra nincs dolgom? Csagatájé írem. Vagy? Nem. Ezt kibaszottul a mingeké. Hát fölveszem a questet, ezt majd. Írem, oké. Okay. Na, megjött a seregem. Menjünk, verjük le ezeket a rohadt lázadókat. Nem, még várjunk egy kicsit a morálomban. Egyébként nem tudom, hogy miért nem alakul ki ellenem koalíció, mert most már tudna. De mindegy, én örülök, hogy játék kivételesen nem hülye. Na, menjünk, verjük le. Üzbegisztán összeomlott. Üzbegre és Isztánra. Ó, várjál, mert urbanizáció van. Jaj, ne! Csak a turbanizációt ne kell hozzá pénz, mert tudom, hogy az egy eléggé rohadék esemény. 292, és pont 290-en van. Várj. Teleport dukátok! Nice. Na most turbanizál, hogy... Igaz, lehet így is felveszem a kölcsön, mert hadsereg fenntartás. De most gyorsan le is veszem. Levertük az eszkimókat. Nem eszkimók! Inuitok.
Azok nem is inuitok a rohadt életben, azok Új-Fülland vannak meg Kanadában! Fuck! Csak politikailag korrekt akartam lenni. Hát nem sikerült! Kérem magamnak, mi nem is vagyunk hannok. Nem vagyunk Hungarianek. True. Stupid Hungarian boy! Tényleg lekapcsoltam a szabba akkor a várakat, hogyha nem lázadnak. Ja. Amíg nem lázadnak, úgy érted. Ott amúgy ilyen 50%-os autonómiák vannak az északi tartományokban. Tudom, még nincsenek is territorial core rajtuk. Ja, hogy úgy. Akkor hogy van 50%-os autonómián, hogyha nem is territorial core? Vagy akkor provincial core nincs rajt. Kuc-kuc. Lehetséges, hogy megérni a 10%-os hadseregfenntartás csökkentő emberben 43 a hadseregfenntartásom. De nem 3-as szintű, hogy nyugdíjazom. Igen, így fogalmazok azt, hogy kirúgjuk. Kaptál egy ugyanolyat! Ahmad Shah Nazirun, takarodj innen! Ne gyere vissza másik név alatt! Látom ugyanolyan a fejed, és európai is vagy rohadt életbe. Fuck! Egy 3-as szintű normális tanácsadót könyörgöm játék. Ugyanolyan! Mi a büdös élet folyik itt? Komolyan mondom, a Mugul Birodalomnak ebben az évben a költségvetése felé nyugdíjra megy el, mert nyugdíjaznom kell a rohadt tanácsadókat, akiket sose alkalmaztam, hogy alkalmazhassak mást! Végre sikerült megtérítenem egy rohadt tartományt. Tehát azt tudom, hogy hol. Meghalt a diplomatám is, szupi! Akkor... Melyiket vegyük vagy... föl? Reinforced Speed vagy Available Mercenaries? Mindkettő haszontalan, vegyünk föl. Tehát vagy 333 hónapig tart, mire áttérítek valamit, vagy soha nem is az életben nem fogom tudni áttéríteni őket. Ja, hát amúgy logikus. Ez teljesen stimmel, ez logikus. Na. Vegyük föl a diplomata embert. Diplomata man! Mert ő még tűrhető a hatását tekintve. Matt? Mhm. Base Tax Beritunkban. Olyan, amilyen ökörcsője néhol vannak ebben a játékban. Ez a nyugdíjazgatás, ez jobb, mint ami régen volt, amikor nem is tudtál ők semmit kezdeni, és hát itt egy egyes szintű tanácsot ilyet találtunk az országban, ami ekkora! De komolyan mondom, az EU3 jobb volt, amikor snipolni kellett őket, hogy az emmi ne kapja le korábban. Ó, kurva bürokrácia, még tovább növeli a dolgokat. Hányszor tudom berakni ezt a Placate Rulert? Akárhányszor, amíg van prestízsed. Jó. Beraktam ennyiszer. És már nem olyan nagy Liberty Desire-re, úgyhogy megmondom, hogy Enforced Religion. Mi ez? The opinion of us must be positive. Ja, hát... Az egy ideig nem lesz, ugye? Hát nem igazán. Megnézem, hogy mennyire nem szeretnek. 20 évig. Nagyon nem szeretnek. Kapok vagy haszontalan a presztízs, vagy haszontalan a stabilitás. Legalább valamit kaptam a 3-as szintű tanácsadóból. Most, hogy az értelmesen meghaltak, a szarokból most kaptam, jéj. Japán. -200, -212 aggressive expansion. Hát igen, ez mindent elárul a játékról így. Te olyan ficsába foglalja el őket. Nem tudom. Oké, felfedeztük a kelet-indiai óceánt, mármint az indiai óceán keleti részét. Fedezzük fel a dél-atlanti óceánt, mármint az atlanti óceán déli részét. És techfejlesztés, metallurgia! Most találtuk fel, végül is nem tudom, az kuszki a cél. Csakatájjal és Jarkanddal. Akkor lecsapsz rájuk? King's approval? Lokalán reszteted mindenhol, vagy 5 presztist vesztek, hát teszünk hát ezt is. Az a baj, hogy ha felhúzom hadseregben tart, kivel? Csagatájjal és Jarkanda az harcol? Aha. Hát de őket simán nagyon veri. Nem? Hát, nem tudom, mekkora a csagatai hadsereg. Hát nem látom az első oldalon, szóval nem nagy. 13 000, a Jarkandi pedig... 5 000. 10 000. Az összesen 23 000 ember. És a mink hadsereg el lett foglalva az, hogy kirohangászik Góbi sivat a kellős közepén. De akkor neked is jönnöd kell. A muszáj. Tudok küldeni és nekem még át kell szállítanom a seregemet. Szállítsd át a seggedet.
Tudok küldeni 50 ezer embert két tűrődő tábornokkal. Ez simán jó. De Hösszenvid is hitve. Behívom. Behívok-e mindenkit? Na még akkor összeszedjük a sereget. Oké, okay, Pegu már nem enged át a rohadékja. Ja, meg a határos tartományokon akkor felhúzom a portokat addig. Lenyúltam a cima pénzét. Ez egy érdekes rész lesz akkor a kirányából. Ja, de egy military tech-hel fölöttem vannak most megint. Én meg kettővel fölöttük. Mit ad ez a military tech? Shockot, fire-t, új ágyukat. Aztán ennyi. Hát... nem tudom, hogy megkockáztassuk-e. Előzőleg mennyivel voltak fölöttem? Kettővel. Ó. Nincsen disziplinás emberke? Na, nehogy nincsen. Várj egy pillanatot, szévelek egyet, addig nehogy elindítsd. Hát, ha megint trunkeló történik. De figyelj, hogy Jarkand és Csagatajjal háborúznak, akkor én nekik megyek. Jó, hát. Oké. Okay. Én meg addig várakat foglalok, arra jó a seregem. De akkor te üzensz hadat, vagy én üzenjek hadat külön, vagy mi legyen? Én üzenek hadat. Mert tovább? Ja. Még oda kell vinnem a seregemet. Nem is ilyen külön háborút? Hát figyelj, akkor háborúzz velük, neked úgyis jobb a military tech-ed. Jó, beígom Hösszenvidt. Ígéret négy területet. Remélem, ezt be is tudom tartani ezzel a casus bellivel, mert ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Azt hiszem, Core Returnal tudok négy területet adni. Viszont akkor nem szabad kibékészet. És Glorious in the Eyes of God a háború, mert a mingek azok rohadt teretnekek, szóval megyünk, már így gyaurak, szóval megyünk és adaráljuk őket. Ó, megtámadtam minket, rögtön jön a koalíció, nice. Komolyan megtámadott? Nem, de most jött létre a koalíció, de nem volt. Ja. Ajaj. Ez humoros lesz. Ezt a hadsereget inkább felekbe mozgatom. Tárgyaló felekbe. Ez nem tudom, miért volt ilyen vicces. De legalább a seregemet hatkozhattam volna fel a határa. De dude, te majd megindítod a háborút, amikor akarod. Épp az lenne mondjuk jó, hogyha le tudnám rángatni délre a hadseregét. És akkor... mit akarok kinyagni? És akkor az én high-tech csapataimmal harcolna, te meg tudnál megszállogatni. Igen, high-tech csapataim vannak. Van puskájuk. Na köpcsolj bele, oké? Okay? Ide építek egy bástyát. Bástya elvtársat. Ó, Kelet-Timorba a 18% tea és 22% spices mellett halakat gyártak. Nice. Ja, hát van ilyen mázzi. Én már láttam olyat, hogy normális új világban nem volt gyapot. Egy se. Mi ez? Indiának volt gyapot monopólium. Confederation of Lanao. Lanao gains core on Lanao. Seed Lanao-tól Lanao. Okay. Lokál szultánok. Oké, okay, Lanao, picsában. Micsoda? Lanao gains core on Lanao és 19 separatista regimen. Hol van Lanao? Megnéznéd? Lanao. Majd el megvan. Végül is csak én háborúzok a Ming Birodalommal. Fülöp-szigetek déli része. Sok sikert. Have fun. Jó, igazából hol van itt a 36 ezeres seregem? Forduljatok vissza! Forduljatok vissza! Van egy-két buzi, akit le kell verni. Trunkeló a buzikkal, most már aztán! Kis szemétláda szuniták. Trunkeló, én is az vagyok. Bírom, hogy korán no-bőrédolsz. Miközben valami lanaúi segfejek. Tibet küldött pénzt. Úgy tűnik nem szeretik Kínát. Nem örülne neki, hogy Kína garantálja a függetlenségüket. Talán ó is egyfej. Tehát idehozom a másik 16 ezres seregemet. Ja nem, az a Ternátéba kell, hogy legyen. Eddig mind csapatoknak még nyomát sem látom egyébként, pedig már elkezdtem... Ki vannak a sivatag közepén? Ó, a rohadt életben a Casus Belli miatt a Ticking Warscore-t a fővárosa adja. Tehát föl kéne magam vágnom Pekingbe. Vagy beveszek 25% Warscore-nyit délem, az is működik. Hogyha egész kormány megszállom, az... Vagy bármikor beívhatsz, van? Ja, beívhatlak, de ebbe a háborúba aztán nem tudok területet követelni. Ja. Hát olyan a Casus Belli, mert Humiliate Rival. Várj, megnézem, hogy tudok-e egyébként havernak követelni területet.
mert tudok havernak. Be, hát jó, másik részvevőnek. Nem tudok nekik se, csak Return Core-ral. Na. Nem tudom, hogy külön békével tudnál-e. Na nézzük, leverjük őket. Közben nem vadásszak le. Úgy néz ki, igen. Leverjük ezeket a Lanovicek fejeket. Itt egy tartomány Puer. Hogyha a kínai gazdaságpolitika jól működik és ez a tartomány gazdag lesz, akkor ez lesz Puerto Rico. Na. Trunkról versus a Lanovicek fejek. Már megvertük őket, amúgy buzik voltak. Miért vagy lázadnak a kommentben, hogy nagyon trágár. Amúgy tényleg visszavennél bőle egy fokkal? Nem. Legalább abból visszavennél, amikor a minkek elfoglalnak egy várat, és akkor nem fosszom a kurva gecióta, hogy a minkek vállalatok. És így jön meg itt Trunkeló. Ternáte a... hányas? 26-os developmentjével hány emberrel fogsz spawnolni? Az összes emberrel! Mind a 7 milliárdot lesz! De amúgy érted, a manpower ugye 4-es. Tehát elvileg nem tudom, itt 4 egységnek kéne spawnolnia, vagy valami... De az adófizetők is föllázadnak, és a dolgozók is föllázadnak, hát ha a sportalom derül ki a proletariátus vezetésével. Oh. That's right. Tényleg, Junántam, hogy ilyenkorra megkolonizálták a mingek? Nem tudom. Jó, ez alatt nem Han kínai terület volt. Na jó, van fogalmunk arról, hol vannak a mingek? Én látom őket a tészekon. Nope, fogalmam sincs róla. De amíg nem ütközik meg veled, én nem fogom megtámadni. Hát oké, nekem high-tech egységeim vannak, azért üzentem külön háborút, vagy külön hadat, hogy el tudjam őket vonni, mielőtt még feléd menne. Mert hogyha egyszerre támadnánk, akkor rád menne és csá. Hogyha én támadok először, akkor valószínűleg el fog jönni délre, én le tudom verni, és amikor szétvertem a segéd, akkor te belépsz. A kurd hadsereg Tibeten keresztül megy Mingiába. De... 27.000 minget látok. Éjszakra mennek. Akkor kell nekem még hadat üzennem. Hát én úgy gondoltam, hogy az első döntő csata után. 68.000 mingit rohangászik, de éjszakra vonultak. Hát azért vert szétes eregüket, hogyha már ennyivel fölöttük vagy haditekben. Elvonultak éjszakra. Szóval minek megy. Hát azt rohadtul, oda rohadtul nem érek oda időben, hogyha nem veszem hát be. Hát meg nincs is annyi emberet, hogy megverd őket. Dehogy nem. De szerencsére szépen morzsolódnak. Meg is nézem, hogy a manpower-ik hogyan alakul. Az emmi morzsódás egyébként lokkolja a játék, mert... Mert lokkolja. Ó, ez egy stack wipe volt, az ott nice, akkor... Persze, ennyi ember. Akkor beveszünk pár tartományt, tehát nem tudom mennyit támadtak. De a force limit van, fölött vannak bőve, ja mondjuk pénzi, az tök mindegy. Ott van 27.000 délem. Látom, 67.000, ami azt illeti. Én fogok előbb odaérni? Én fogok előbb odaérni. Ebben az esetben itt előkésztünk egy kis rajtaütést. Már egy kicsit. Már állj meg! Megálltam. Yet here I stand. Jó. Na. Kinevezünk ide egy tábornak. Hol vannak a tábornokaim? Azam Shah Kamaluddin, jössz Kínába. Teleport. Teleport bekapcsolva. Na. Lássuk, hogy miféle manőverekre készülnek. Ott megállunk. Át tudok menni oda? Hiszem, mi területen keresztül ki tudnék kényszeríteni egy csatát. Ó, a kurva kránnak. Aha. Keresztül is egyáltalán Tibeten, az előbb mondtam. Ez amikor összefognak az elnyomottak, amikor a kurdok keresztül mennek Tibeten Kína felé. Azt hiszem, be tudok segíteni abba a csatába, hogyha még jól odaérek. Hát jó kérdés, jól oda fogok érni. Ha, smugglereket megállíthatom, vagy 450 pénzért. Jó, az úgy szokott menni. Ó, ez esélytelen, addigra stackwipe-olják őket, hogy legalább megfutamítják. Gucz. A délen a 27.000-ét megölhetnél. Mondjuk az ott egy farmlands. Tegyük hozzá. Á, menekül a rohadék. Délen van 27.000 ember. Remélem nem baj, hogy megöltem a kémeidet. Nem. Oké. És tudom, hogy keresnek ott. Deathless boys! Az ő bajuk. Na. Ajaj. Miért én kicsi a morálod rögtön? Ez a remek kérdés. Azt sem tudom, hogy miért vette be Luknovot. De megvered. Hossza.
Vagy mit foglalt ez el? Visszafoglalt egy tartó? Limpót. Igen, visszafoglalt egy tartó, majd Limpót. Ja, azt látottál nekem, hogy Sandy megszállok. Na, vesztettem 15,000 embert, ő vesztett körülbelül ugyanennyit. Tívedbe kérünk áthaladást. De oda valamiért csak kerülve tudok visszavonulni. Amikor működnek a szabályok. Szétosztjuk a hadsereget, hogy helyre tudjak jönni, mert a mingek azok ugye csítelnek, mint a szar. Nem lenne ez a kurva korrupt bürokrácia, már csökkenteném azért. A valami, tudod? Nem. Még csökkenteni kell a korrupciót. Az lázadnak, lázadnak Ternátéban. Kurva sokan lázadnak Ternátéban. Hányan? Hogy 19 000-re, nekem meg 16 000 ember nem volt. Az nem is sok. Voltat. Egy pillanat is visszatérünk. Na itt is volnánk, Trunkel úr rájött, hogy Ternátéban olyan fegyelemmel láznak, mint rohadt élet, mert megkapják a Ternáté ideákat, a parasztok. Na mindegy. Mert tovább? Mert, meg megnézzük, hogy alakul. Erről hát durván még nem veszítek. Abba nyerni fogunk talán. Alakulnak. Talán, ami nagyon durva lenne, hogyha nyernénk. Á, nem nyerünk, állj. Vonuljatok vissza ide. Passza, most hozhatom ide a seregemet. Szörnyű. Például crossingból kell majd támadnom. Ami biztos könnyen fog menni. Yep. Itt van 30 000 ming. Kezdenek kimerülni a háborúban. De nekem a kurva mingekkel kéne csatáznom, nem ezekkel a puzi ternátéjökkel. Trunkeró, vegyél vissza a buzizásból! Nem tudok. Dehogy nem tudsz, fizikailag képes vagy rá. Mi ez olyan, mint a korrupció, meg a magas technológia, vagy mi a büdös élet? Igen, ambulance buzizás. Ambulance case. És bírom, hogy a Siege-ben ilyen... mennyi? 100 emberekkel növekszik a serege. Hát igen. Kiveredném a papokat Lahore-ból. Vegyük ki a papokat a kurvákból! Nemzeti kampány. Ja nem, azt akarják, hogy a város dobjam ki onnan. Na, a jó néni kéteket, papok. Selep. Tessék, itt van 400 dukát. Ott vernek meg 19 000 mi súpot. Ver. És szerinted oda fel tudta reportálni Észak-Mingiába? Nem tudom, azt tudom, ők mit keresnek ott. Én se. Szerintem a kontaktlencséjüket. Jó. Én Dél-Mingiára koncentrálok jelenleg. Ja, amúgy 22 000 emberrel lázadt Ternate, szóval elég sokat megöltem azért én is. Na, ez brunai küldött nekem pénzt! Na most rátam vagyok 27 000-rel? Trunkeró, te tudod. 29 000-ed van, de szerintem simán. Még miatt többen lesz. Egyesítsem a sereget, vagy ilyenkor tök mindegy amúgy? Egyesíts, mert akkor nem fogja az emi eldönteni, melyik tábornok vezérel ilyen, mert az néha ugye... Van olyan, hogy nem kapok crossing penaltit? Hogyha nagyon jó a manővered, akkor van, de hogy ezt mi alapján határozza meg, azt nem tudom. Egyes a manőverje nekem meg... Egyes. Egyes. Nincs jobb tábornoknak nagyon. Van olyan, akinek ötös. Akkor azt hiszem nem hát, kapsz. Megnézzük. Azt fogja kérni, hogy azt fogja kérni, hogy még egy crossing penalty Trunkeró. Tudod, mint ahogy a tengeri csatákra is kírja, hogy jó, még egy crossing penalty. Ne, ha nem kaptam, passza. Felfedeztem a csendes óceán délnyugati részét. Jó, megnyerjük, megverjük őket, úgyhogy lassan át megyek végre oda. Fedezzétek fel ezt. Apa, a Spy Master-em. Oké, ezt megszerettek. Bartering increases. Az Ordalánia. Autonómia, vagy veszítsek 100 admin pontot. És de egyben két inflációt is. Kapj, vagy veszíts. Veszítek. Inflációt. Meg 100 admin pontot is veszítek. Veszíts inflációt. Az rohadt, hogyha inflációt vesztesz. Hát neked az rohadt sok van. Na és most mindenki szálljon hajóra. Meddig vertem le őket most? A végtelenségig. 38-ig. Á, nem csökkentem most az autonómiát. Meddig nincs, meddig van szeparatizmus? Az 51-ig. Akkor ezek még egyszer lázadni fognak. Örülök, hogy randomra elindítgatod, miközben háborúzok. Mindjárt nem a 4,3 a War Exhaust csönnye.
Csak azért a mínuszban a warscore, mert 12-t kapnak a Tikin warscoreból, hogy tartják fucking Pekinget. Pekin mióta ma hallján a buddhista? Nem tudom. Aztán, de örülök, hogy akkor azt is át kell térítgetnem. Hát igen. Jó életbe. Bár ez egy konfúcia, ja, nem? Nem, az egy mahaján a buddhista tartomány. Örülök. Tudom. Azért kérdez, hogy mióta az. Ott egy panda. De mindjárt tudok talán... Ezt haza visszük. Jó, tart egy pandát Wulingba. Őt fogjuk felhasználni. Ezt írta, hogy jaj, you found the panda. Nem, itt van a térképen. Á, igen, más. Várj, mert most van két kolonista. Tényleg, hogy ez egy ormánytalan fekete fehér elefánt. Hova kolonizáljak? Mindjárt feltalálom az egyetemet, amitől több államom lehet egyébként. Amúgy tetszik, hogy így megy fel a mógú zöldség így Délmingia felől. Amúgy ez, hogy ez a Humiliate Rival Kazusbeli, ez meg kell szállni főrös, ez totál ökörség. Nem tudom, hogy ez miért nem döntő csaták alapján hozza a Tikin Warscore-t. Tehát már nem azért, de milyen gyakori volt, hogy rivális nagyhatalmak elfoglalták egymás fővárosát? Hányszor vonultak be az osztrákok Párizsba? Meg a spanyolok Londonba. Na. Na. Elindítottam amúgy. Észrevettem. Köszönöm. Még hangin 50 ezeren vannak, de morzsoltatják magukat, mint a rohadt élet, mert bonyolult nekik, hogy... Hát, ja, van morzsolódás. 82 ezer emberük van. Leküldök vadzsukba egy kolonistát, oké. Okay. Hát figyelj, megtámadni... 43 ezeres. Megtámadni csak akkor fogom őket, hogy a szarban érzem magam. Hogyha ők meg akarnak támadni itt valahol a hegyekbe, mert remélem morosan meg fogok érni a hegyekbe, úgy csak hills van, szupi. Akkor majd bedarálom őket. Lehet, hogy vissza fogok vonulni a Unani hegyekbe. Ajjaj, meghalt a teológusom. És rögtön mindenki lázad. A teológus az az ember, aki a teához ért? Igen. Oké. Okay. Kitől is kell ezt kérni? A papságtól. Vajon, a csaj... vajon kitől kell teológust kérni, Trunkus? Inquisitor, minisztert nem kérhetek. Miért? Hogyha nemrég kértél, akkor nem 39-ig nem kérhetek. Fuck. Inquisitor mire is jó? Növeli a conversion speedet. Mármint a missionary strength-et. Legyen az. Mondod úgyis, hogy valami 30 évig tart átteríteni valamit, most akkor gyorsabb lesz. Hát ja, most már van olyan tartomány, ami csak 43-as. Csak most mindenki lázadni fog. Lett van amúgy unrest minuszos emberke? Nem. Defensív videók úgy mit is adnak, amiket így ki tud használni csatában? Ja, morál 15%, mert az defensív. Ja, hát ennyit. Meg kevesebb attrition, de az mindegy, mert az emberek úgyis le van lopva. Land maintenance minusza van, port maintenance minusz, manpower 20%, land attrition Trunkeló, 10%. Trunkeló, azon vagyok, hogy a csatákban miért ilyen erős. Ó! Oh! Erőltelet menet! Ah, Cottage nem annyira, Industry. Nem annyira erőltelet menet. Base production-öket kapok, de Arrested is mind a rohadt élet. Ne erőltessük annyira azt a menetet. Ez mi a... erődrendszer most épp működik. Trigly disbanded. Oké. Okay. Jól van, Trunkeló, mehet? Mehet. Hála az olyanak, ott van crossing penalty, szóval annak ellenére, hogy a front szélességét ki tudják használni, nem tudnak annyira odavágni. És befutott az erősítés erőteletmenetben. És jön a következő, ez már szükségtelen is lesz. Én okoztam neki újra 14 ezer fő ennyivesztességet körülbelül. Titeket kihozunk. Az ostromot nem akarom abba hagyni, mert jól megy. Viszont ott azt a sereget meg kéne támadnom, szóval... Oh fuck, 7%-ról bedobja a... Mi? Mit dobod be? 7%-ról sikeres ostrom. Erőltelet menetben utána, aztán crossing penalty menjen a fenébe. Mi a... What the fuck írt a csata lesz? Ja, hogy az... Fucking hell. Hány ember respawnolt ide az ostromtól? Ó, neki ide respawnolt 300 ember, nekem ilyenkor 0 emberem marad az erőd és insta elfoglalják. Zseniális.
Közben valami mást is még elfoglalt éjszakon. Laza. Na. Ja, az ott persze Mountains, a világ egyetlen Mountains. Oda nem tudok visszamenni, onnan kijöttem. Mi a... Kutyatöke van. Ez a játék ki fog készíteni. 35 ezer embere megindult Peking felől. Tényleg csak a táj, hogy áll a háborúval? Fosul. 29. Fukja. Plague! Fasza. Azt a hadseregemet odan fizikailag nem tudom kihozni, hova bevi... Ahonnan kijöttem... Mindegy. Hogy lehetett ennyire elkúrni ezt a játékot? Onnan jöttem ki, nem tudok visszamenni, mert erőd, de azon az erődön keresztül jöttem ki, amiben most keresztül nem tudok visszamenni. Arról is beszéljünk, hogy a 700-os ostrom... És oda... Többen minden van, csak logika nincs, de faszán nem tudok elmenekülni erőtelet menetben előre. És a másikról az utat venni? Mert ideje. Farmlands. Nem tudok oda menni, mert az erőd arra elállja az utamat, de visszafele nem. Ó, már látom a pandát. Ezzel oda tudok menni. Pont a pandáknál fogsz meghalni? Nem fog meghalni. It is the enemy who will taste death and defeat! Ja, már látom, tényleg. Beérkezett a death, és nullás dobtam, laza! Szupi, beér a hadseregem, nulla! Én persze nem dobtam be 700-ról a 300 nyomorult fucking védőjét. Megverted? Hogyha ez most stack wipe-olja a hadseregemet! Mi a büdös élet?! De. Mi a... Hogyan? Ki tudott volna menekülni? Írta, hogy vissza tud vonulni Chengdu felé, ahol áll egy hadseregem. What the f... Mi... Menekülésnek megáll egy helyben? Mi a büdös élet ez? Lefújtok paralizátorral? Mi történt? Káromkodj, barna. Nem. Hidd el, sokkal jobb azt mondom, hogy a kurva van büdös, kurva faszukó, kurva szar, fuck. Ezt most újraindítjuk. Mindjárt visszatérünk. Na, itt is volnánk a zseniális erőcsata előtt. Azt hiszem most vonul oda a fickó ostromolni a 700-os ostromját, szóval én ott is hagyom ezt itt délen, és megyünk harcolni. Jó, oda már megy, akkor oda nem megyünk. Indítodom? Legyen harc, mert... Harcolj! Még van 4 aktív portom. Mi a mamelukok rám rivalizáltak? Mi volt ez? Ha ott eddig full friendlik voltak velem, meg izé... Totál bratyók voltunk. Meg ó, poktáljunk le Dulkadir ellen, meg ó, segítsé Hedzsázzel, most meg ó, rivalisok vagyunk! Játék nagyon érdekesen gondolkozik a diplomáciáról. Na, megtámad a 44 ezer emberével, erőltelet menet. Ja, már emlékszem, ez volt a legutóbb is. Csak most jó nem figyeltem, és később fogok odajönni. Bár nem, mert az októberben volt. Ez az első csata, ami volt, ezt a legutóbb megnyertem még. Csak most későn vettem észre, mert elfelejtettem, hogy ez volt. Na mindegy, még befut az összes seregem, tehát meg tudom verni, csak komolyabb veszteségekkel. Na ott a 700-os ostrom. Szerintem ki is vonulok ebből a rohadt erődből, mert megint be fogja dobni 700-on az erődömet, ahogy érzem. Na. Oh, lol. Oké, okay, kapunk erősítést. És ezt a sereget elsöpörtük így farmlands-on. Természetesen nem stackwipe voltam, mert jött csak az emmi, tud, az övé nem állt meg egy helybe és nem morzsulódott le a semmiben. Na mindegy. Egy év múlva potenciálisan már elég erős leszek, mert tudom fejleszteni végre a bíteriteket az őszintükre. Oké, okay, feladta a hegyet. Mi az, Napóleon? Gold is the sign of nobility, that's right. Na. Te menjetek explorálni a kelet-kínai tengerre. Ó, felkazolati nem volt jó ötlet. Na mindegy. Nobility diszlojális. Trading in spices. Spy Network Construction plusz 20%. What the fuck? Oké.
Hát mert tösi, spices! Itt van egy kis paprika! Trunkerú azért, mert spices, tudod? Jaj ne! Ott álcázzál magukat a spájjaid a spices-be. És akkor a Spice Girls azok jaj, igazából... Jaj ne, a kémlányok! Vagy izélyek, fűszörlányok. Szerintem azok alapból. Jöröm. Ja? Basz meg, full letard akkor. A paprika tulajdítvény. Bírom, hogy Kína azt érzi, hogy mindenki ellen tök jól áll a háborúban. Ja. Velem csak medium a volt entuziasm. Paprika, bors és rozmarink! De már 17 personal csúpot alkalmaz. Mi vagyunk a fűszerlányok. Bírom, hogy így... Akúra, VG Hangar, fasza. Hányas a military skill-je? Csak 14-es. Kapcsili VG Hangar. Ja, pontja, you know. Az. 14, hát ezt megeszem reggelire, hogyha arról van szó. Kulturálatlan barmok. Meg azt se tudják, melyik felét kell fogni a puskának. Brunei meg itt kezdve erősnek érzi magát, és krémeket fabrikál rám. Oké. Érezze magát erősnek. Klérusra jól lenne admin pontokat kérni, de sajnos nem tehetem. Trading in tea? Manpower-t viszont kérek. A Ming War Enthusiasm már alacsony és 8,3 a War Exhaustion, és a Tikin War Score ellenére kezdem kiúzni magam a szarból. Hallod, amúgy megvertek pár ugye szerencsétlen rögtön meg Hüsenvi hadsereget totál randomra, és abból a néhány döntő ilyen 40.000-es csatában, amiket viszont toronymagasan nyertem, mínusz egy a Battle War Score. Amúgy még 27.000 emberét megölöd és elfogy a manpower-je. És onnantól kezdve nice. Már olyan szinten kapja ugye izét a Looming Disaster-t, meg minden szart. Ja. Akkor most arra megyünk, hogy izé, hogy nem is gyorsan lezárom és visszaadok Hüsenvinek pár tartományt, hanem totál megpróbálom megsemmisteni a mingeket. Hát igen, főleg, hogy utána ugye én is becsatlakozok. Aha. Oké, okay, onnan vissza kéne vonulni, vagy innen kéne felvonulni. A rohadt, hogy elkaltinottam az ostromtal és ettől helyre jött a fal. A fal? Ja. Mert tudod, ott voltam az ostromon, be volt állít, ott volt egy Wolf's Bridged, megnéztem, hogy mennyi idő kimenni, onnan visszaadtam magukat az ostromra, és egyszer csak Wolf's Not Bridged. Na, ezt hogy csinálod, játék? Ja, úgyhogy a 8-at csak a dobálni, mert nullákat. Hát akkor ott kell hagynom a fucking ostromot, szupi. Mert ugyanannyi emberre, hogyha ráugrok 2 military skill-el magasabban egy mínusz 1-es terepen, akkor bukom a csatát. Na, tudtam húzni a military tech-emat. Na, mindjárt, ha annyi 60.000 emberrel cirkálnak. Bár most szétváltak. Mindjárt szétválasztom őket molekulárisan. Oké, okay, menne Chengdu-t ostromolni. Na, hogyha lennél kedves játék és bedobnál, nem dobta be 14%-ról természetesen. Ebben az esetben ezt tartsuk, egy erőltelet menetben hozzuk délre. Megvárjuk a hó végét, és nem erőltelet menetben elrendelünk egy támadást. 19-én oda az egyik sereg, a másik 26-án, tehát akkor ezt a sereget meg kell állítanom. 24-26. 26-26. Ez a sereg pedig 24-én. Oké, szét tudom zúzni még egy sereget, 26.000. Legalábbis remélem, hogy ekkora túlerőből farmlandzen szétzúzzam. Elvesztett 10.000 embert, jaj. Végig csak teljesen be volt kerítve. Én meg délen megvertem egy kis szörnyi csúpot. Ja, láttam, meg az nem is hiszem, hogy volt, ardalániak voltak leginkább. Ha. Még 20.000 embere van. Jaj. Ezek a fucking kínaiak honnan vannak ennyien? Mekkora a War Exhaustion-je? 10. Franciaország megbejózta a Worldet. Ja. Yeah. Oh, de nem 8 hónap alatt? Az én diplomatáim már 3-szor körbehajózták, kérlek szépen. Ja, hogy le van véve a hadsereg fenntartás, különben most megtámadnám és ráugranék erre a 17.000 emberére. Nice. Te súnyi. De... mindegy. Na, ez a Rolding majd akar támadni 40.000 emberével, akkor nyugodtan tegye. Úgy látom, nem elvonul. Négy egész ötös a vizéje. Morzsolódása. Nézzük, olyan csökkere neki.
A Vampire-ja már csak 9000-es, mi történt? Vett fel egy halom ember? Szerintem az történt, hogy tönkrevertem egy 20000-es hadsereget, és az akkor ezek szerint Vampire-sereg volt. Ja, az lehet, mert 6-tal csökkent a mercenary size-ja. Az ezredeket számít, nem az, hogy mekkora a sereg, hogy jól tudom, de rám veszek mérget. 40000 emberrel megint jön delfelé. Ja, amúgy szerintem fölvett egy halom embert. Ez sok esztője. Ezt támadni fog. Folyamatosan csökkenem ugye mercenary size-ja. Te vagy a size-ja! De akkor én felhúzom a fenntartást és lassan megtámadom én is. Lockolt? Lockolt. Akkor kiadjuk a mozgásparancsot, mert az elmi tudom, hogy ki tudja olvasni. Hűen, okay. Nekem nagyon sok katonája van. Most nem szédeni 40000-es regét. Az ágyúj természetesen nem, megy feléd, még annyival. Nem létezik. Fel a pályatit. Na. 50000 emberre maradt, 56. De ugye a manpower-je most jól le fog fogyni. Remélhetőleg. Feltalálom a Galleast. A Galleast. És megtérítem kokkat. A Galleast-szel. Na, az ott egy hegytartomány, ezt ott jól bevette, szóval oda nem. Viszont oda átmegyünk, és ezzel a sereggel följövünk Bozsuba. Na. A csata lesz? Igen, tudom. Nem lesz csata, már megállt. Gyáva kukac! Megvárja az embereid biztos. Várja meg, most talán vagyunk. Nem, hogy a hőszemvének lesz annyi. De hogy szóval. Ennek növekszik a manpower-je, miközben... Emmi. Megszállt a tartományt és tovább megy. Zseniális. Meg vagy 20 milliárd izére elvesztettem a klémemet. Az jó. Ming területre. Az ötödik flottát kiküldöm újra felfedezni. Faszom, most Pekingre nincs is klémem. Szörnyű. Mingek White Peace-t ajánlanak? Nem. Egyébként tudom, hogy tudok államosítani, a kommentekben okoskodna. Azért nem akarok, mert majd akkor akarok, amikor meg lesz az admin pontom, hogy integráljak. Mit ad? Mi? Mit ad? Mi? Az államosítás. Hát dude, amikor state-et csinálsz egy tartományból. Jaj, hogy az. Mondd, te milyen államosítás? De az, mi más? Szerintem ez valami speckó mogul esemény. Nem, Kínában nem államosítunk, ott az veszélyes. Na. Mivel a 41000-es hadserege közelít, két seregemmel előrültelek, mert megtámadom. Ez közelít, nagyon közelít. Arra megvesztek legitimációt. Ó, oh, hey, vigyázz, fut feléd. Szétvertem. Befutott. És szétverem. Ennyi értelme volt az erőtelet menetnek. Na. Lehet most kéne megtámadnom, mert úgyis ide jön a seregeivel. Te tudod, nem tudom, hogy meddig se tör retreat el ilyenkor. Mert azt ugye addig fog jönni, biztos vagyok benne. Ami bullshit. 21 mercenary-e van. Oké. Okay. Mielőtt megtámadom, szévelünk egyet. És akkor itt fogunk pingpongozni. Egyet szévelünk. Biztonság kedvéért. Mert nehogy betrunkelózz. Na nézzük, hogy az örökösömből milyen katona lesz. Hollandia függetlenséget kiáltott ki. Angliával szemben, Calais-ban. Jó, tehát így a... Annyit tud az örökösöm, a skillje annyi, hogy 3 manőver. Nice. Hát de jó uralkodó. Nagyon jó uralkodó. Te lényegében most azon panaszkodsz, hogy megkaptad Nagy Frigyes uralkodónak. Mármint örökösnek. Na, mindenhol van kinevezve valaki? De akkor ide ér, megtámadjuk. Gondolod, Zvensz vagy? Ja. De akkor üzenj adat még azért, hogy odaérne, mert akkor védekezni fogsz rád menekül. Ja?
Hisz fel, miket be tudom olyan hívni? Vagy ők már úgyis benn vannak? Már benn vannak a háborúban mellettem, dude. Jó, legyen Conquest of Irem. Gondolom az már tök mindegy, hogy mit foglalok el. Hát, ja. Ki koalíciózna rád? A csagatajok? Na jó egyébként, hogy hagytam 26 000 tartalékot Indiában, hogy esetleg hátba támadnának a Vijayangarák, mert lehet, hogy szükség lesz rá. Jön Japán is. Good. Tudod, hogy ilyenkor szétcsíteri a menekülést? Nem. Rám fog esni. Az embereivel. És a 26 ezrével is jön. Oké. Okay. Tudnám találni a Gustavus gyalogságot. Menekülésből megver? Hát az megver. Nem menekülésből ver meg. Nem, beérkeztem. Oké, okay, beértél, hála az égnek. Valamiért azt írtuk, hogy Allies lost, pedig az ellenségem vesztett. Legalább ezt észre lehetné. Na mindegy. Közben kantont ostromlom. Trunkusz, mit mivelsz? Csak válaszgatom a seregeimet. Ugye nem is tudok menni? Tényleg nem, akkor maradnak. Hogy oda nem tudok menni? Nulla korrupció? What is this? Ja, ja, hogy úgy. Oké. Okay. Karolin korrupció. Meg jó, hogy csak hármas a fordja. What? Karolin korrupció? Miről beszélsz? Ó, 12-es Warrigzós csönnye van, az már egész szép modifier-öket szokott adni. Karolin korrupció az, amikor eljátszák a honor birtokokat, vagy mi a fene? Ja, oké. Okay. Most elkezdjük a trunkeló típusú ábor, amikor fél óráig áll a kép és nem szólalsz meg. Nem mondtam, hogy te ne beszélj. Halló trunkeló! Ugye most... Nem. Ah, shit! Oda teleportált 20k ember. Ugye most megvertem néhány minkseleget, meg kicsit felerősödtem a kezdeti nehézségek után. És így egyszer csak azt láttam, hogy Vijayangar has left the coalition. Orisa has left the coalition. Rájöttek, hogy mégse jó ötlet. Szétvertem egy 20-es reget, ami így rámugrott, tehát nem olyan effektíven akartam, de... A Jeremy várat be is vettem. És elindult a játék, holott megnyomtam, hogy ne menj. Valamire el tudjuk indítani, ugye, amikor a másik állítja meg. Tehát én is én megnyomtam, hogy álljon meg. A Hüsszenvig már Nanjing környékén rohangásznak. Na, viszont én nem mondom ők, hogy szerintem kellőképpen pereséget mértünk. Nem, még hadd vegyem be izét. Hadd vegyem be Pekinget. Ez 3 év lesz trunkoló, tehát... Dehogy is, 14%-on vagyok, és kurzus őzőm. A valódi időben lesz 3 év. Dehogy is, ne indítsd el. Jó. Csak mert egyébként másnak szólnék, hogy fogy a helyem a felvételhez, mert már itt tűnünk 2 órája. Oké, ott rá tudok ugrani egy 2000-es, meg egy 1000-esre, minden rendben megy. Oké, csak a 2000-es, hát az is elég. Mert csak azért állítgatom mindig meg, mert így bármit nyomok, az kb. 2 hétig tart, mire megcsinálja a játék. Tudom. Oké, vagyunkban Naval Supply Star melek. 3000 ellenséget elintéztem, még ez lett mindjárt. Hát is megyük Fuzhouba és ostromlom a rohadt életbe. A Ming flotta meg hát feldugoltad Kína seggébe, mert nem mennek fel sokra. Na, bevettük Pekinget. Nice. Na, akkor én nem mondom, hogy már Bárjál, mennyi fér... Hadd rendezzem a soraim. A jó nénikédet rendezd, ne a soraidat. Rendezted a soraidat? Várj, mindjárt kész van a rendezés. There is no time to be warned. Ah, meghalt egy generálom. De miért megy a játék? Én megállítottam. Azek szerint nem állítottad meg, mert most nem is jöttem rá. Hüsszenvi kibékézett a rohadt életbe. Ez nem jó. Az ott hogyan kerül vissza még irányításra, amikor ott van az én erődöm a szomszédban? Matt? Ha?
Vissza kell mennem elfoglalni pár déli erődöt, mert így Szenvi kiugrott, aki így elszállt az utánpótlási útvonalam. Tudom, hogy ilyen nincs a játékban, de szeretem feltartani az ilyeneket. Úgy a soraidat? Ott van 20 ember Irak mellett. Akkor már én nem mondom vagyok, hogy... Van. Akkor igazából 22 mercenary. Akkor én nem mondom, hogy már ennyi fér bele. Ugye ez volt én már a Barna, ez volt már a Csunkeló. Csunkeló. És találkozunk a... És ez volt már az Urbanizáció 4 távoltengely. És találkozunk a legközelebb, amikor lemingeljük a mingeket. Addig is, hogy zonáltásra. Nem, a mingek lemingelnek. Nem, Trunkeló, te lemingeltél a múltkor, amikor arccal nekik futottál. Hát nem tettek arra, hogy nem vettem észre, hogy két méteri tekkel fölöttem voltak. De uram, ezennek Gatling-gányóik vannak! Kuss és fogd a bajonettet! Valerian Steel Sword! Amúgy... Trunkeló, dobálj őket, kőbalták azon, a mingeknél milyen koronázási ordót használnak? Lövésem sincs. Csak mert itt van egy terület és azon, hogy ordóz. Hát akkor biztos, az... Biztos itt van egy nagy könyvtárral az... Mi? Ott van a dünne! What? Itt meg az Alxa biztosító. És itt van a Hohot! Tényleg van a Hófej is itt van? Na mindegy, hagyjuk. Jó van, ez volt itt már a Matabar, ez volt már a Csunkeló, és ez volt már az Eurót, ez volt már az Eurót, viszontlátásra! Bye!